kezdeti akció. Az az igazság, nem igazán érzem az etében az, hogy meg tudná fordítani ezt a meccset, hiszen gyakorlatilag az első néhány perc után végig fut az eredmény után a vendégcsapat. Mohács egy picit rosszul jött a labda, de azt akartam mondani, hogy bedobta, de hát Mis is leszette. Berkis Mohácsi még egyet próbálkozhat. Ott is van, másodszorra már megvan. ...64-53. Befejezve az előbbi gondolat menetet, azért 10 pont nem olyan sok a mai kosárlabdában, de még egyszer mondom, nem igazán érzem az etében az, hogy lenne olyan átutó erő és lendület, hogy innen fordítanának. Hozzátéve persze azért meg kell ebben egyedbe is dobni azt a 18 pontot a nyíregyháziaknak, hogy rendben legyen minden. Nelson, egy perc már lecsorgott és 11 pont az előny. Misics, kiosztja, folyák, tripla, rövid, Kovács. És a második is, Misics szedte a lepattanót. Folyák, Mohácsi, Nelson, Folyák, közkívánat a csere, Dalibor Misics is ismét a pályán, sokat nem játszott, viszont nagyon hasznosan jó négy lepattanót leszedett, és a közönség 20 pontos előnynél természetesen Ferenczi Tamás engedett a közönség kérésének, így beserélte a még egyszer a magyar mezőny legmagasabb játékosát. Kovács Ádám, Baki Kertész. Kisúszott a labda. Olyan eset, hogy mondjuk a vendégcsapat vezet, vagy az ellentétezett pontosabban. Misics leszett a lepattanót.